Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Balatongyörökön. Örülök, hogy társközösségeink tagjai is eljöttek. Ahogy ezt szoktuk, kezdjük a mai dharma beszédet is az Om Nam mantrával, mely az univerzum a maga tisztaságában. Szépen. Ma délelőtt egy örömteli eseményen vehettünk részt. Jó páran itt vagyunk ma este abból a szangából, és külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tiszta Föld Dharma közösség tagjait, illetve pécsi és hosszúhetényi szangánk tagjait, illetve azokat, akik Balatongyörökön rendszeresen járnak. Nagyon nagy örömömre szolgál az, amikor egy újabb lótuszlámpás kinyílik, és meggyullad benne a fény. Ez az, amikor egy újabb helyet szentelünk fel, és egy újabb lehetőség nyílik arra, hogy tisztább tudattal menjünk haza, mint amivel odajöttünk. Egy más lélek térjen nyugovóra, mint amelyik fölkelt aznap reggel. És ha csak a szent helyek megnyitásán múlna ez, akkor nagyon egyszerű dolgunk lenne, mert semmi más nem kellene tennünk, csak minden sarkon nyitni egy szent helyet, és akkor az emberiség problémái az építkezés sebességével együtt megoldódnának. Az elmúlt évezredek, évszázadok megmutatták, hogy ez nincs így. Joggal merülhet föl a kérdés tehát, hogy mi a templom? Mi az, amit felszentelt helynek mondunk? Mi hát a dolgunk egy templomban? Ezt a kérdést mellé kéne tennünk. Amikor belépsz egy ilyen helyre, mit csinálsz? Világos, hogy alapszinten tiszteletet adunk, és megpróbáljuk felfogni, hogy az miért keletkezett az a hely. És az ilyen szintű érdeklődés az nagyon tisztességes, de nem elégséges. Ha magad is kipróbálod azt a tevékenységet, amiért a templomot létrehozták, akkor tapasztalsz magadban bizonyos változást. Ez a változás még mindig a saját karmád, és a templom dharmájának a keveréke. Amivel hazamész, az egy olyasféle élmény, amiben te még maximálisan benne vagy. De már lehet, hogy egy picikét más önképpel, egy picit más életélménnyel. És végső soron az a tudati változás, ami benned végbe megy, az a templom működése, de ezt rögtön első próbálkozásra nagyon kevesen tapasztalják. Általában vágyakkal és félelmekkel térünk be egy szent helyre. És ezek a vágyak és félelmek az utunk két oldalát kirajzolják. A piros kerékvetősávot és a fehér kerékvetősávot, amit szeretnénk és amitől félünk. Amik szeretnénk lenni, vagy amilyen emberként szeretnénk élni, és amilyen életformát semmiképp sem vállalnánk el. És amíg ezek a dualitások tartanak, addig egy szent helynek az alapvető funkcióját, működését nem fogjuk elsajátítani. Paradox módon, ha magunkat félre tudjuk tenni az útból, akkor egy szent helyjel teljesen kapcsolatba tudunk kerülni. De akkor mi visz téged a templomba? Tehát mi az, ami téged oda behoz? Hiszen a saját akaratod vitt oda be. Azzal lenne valami baj? Nem.
Az akarattal semmi baj nincs, mert nélküle egy másodpercig nem élnénk. Az akarat iránya és tartalma, az nagyon fontos. Mit akarsz most? Ez szétugrik négy komponensé. Mit csinálsz most, mit gondolsz most, mit érzel most, és mit mondasz? Ez kirajzolja az irányt. Azt az irányt, amit megint csak három komponensé szétbontunk. Az egyik a motiváció, ami a múltadból következik. A szándék, ami ebben a jelen pillanatban itt van, hogy miért vagy itt. És utána a célképzet, hogy mit akarsz ezzel elérni. Ha ez kirajzolódik számodra, akkor nagyon ritkán van ez egyenesben. A motiváció vinne erre, a céljaid a jövőben mások, és jelenleg a szándékod valami harmadik. És egész addig, amíg ez a három nincs egy irányban, addig az életben nincs nyugalom. Nincs biztonságérzet. Valami más feszít belülről a múlt eseményei miatt, mint ami a jövőképed. Szeretnél valamit elérni, a jelenlegi szándékod szerint, de nem érzed, hogy ez a múltban gyökeredzene. Vagy pedig olyan jövőképet adna, amit szeretnél. Hát hogy lehet ezt a hármat közös nevezőre hozni, a múltat, a jelent és a jövőt? A Gyémánt Szútra így szól. A múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Tedd félre a múltat, a jelent, a jövőt, az ént és a mást, és ekkor egy nem dualisztikus állapotba, a nem gondolkodás, nem képzett alkotás állapotába eljuthat a tudat, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ekkor a múlt, a jelen és a jövő hármas széttagoltsága megszűnik, ekkor az önvaló és önkép széttagoltsága megszűnik, ekkor a jó és a rossz abszolút jellege megszűnik, és rájövünk, hogy ezt a világot magunk teremtjük egymásnak. Ez a mondat így teljes. Ha ott megálltunk, hogy magunk teremtjük, akkor esetleg úgy hinnéd, hogy ez itt marad. A környezetedben, a saját körödben, és mindegyikünk a saját kicsi világát teremti, ami egy-két csatornán csatlakozik a másikhoz, a másik emberhez. De ez nem így van. Ennél jóval többről van szó. A látható, érzékelhető világ az körülbelül annyi, mint a tenger hullámai. Ha nagyon viharos a tenger, vannak 15-20 néha 30 méteres hullámok. De a tenger mélységét, a több száz vagy több ezer méteres mélységét, azt ilyenkor el szoktuk felejteni. És a teljes valóság az körülbelül így aránylik az érzékelhetőhöz. Felszíni hullámtaréjok, hullámvölgyek, és nézd meg a tengernek a több ezer méteres mélységét, amit soha nem látunk. Ismerjük tehát meg azt a fajta valóságot, amely akkor következik be, amikor a hullámok elcsitulnak. Amikor a kettősségek megszűnnek. Amikor a hullámhegyek és hullámvölgyek nem keletkeznek, mert nem teremtjük őket. Ekkor van esélyünk arra, hogy az addigi önkép és világkép megváltozzon. És kiderül, hogyha a céljainkat el szeretnénk érni, ha a félelmeinktől meg szeretnénk szabadulni, ha másoknak szeretnénk segíteni, akkor pontosan egy ilyesféle tapasztalásra és változásra van szükség. Mert mélységesen kihat az egyik a másikra. Az érzékelhető az érzékszerven túlira. A transzcendens a megnyilvánultra. És a kettő nem létezik egymás nélkül. Vannak, akik csak a földön túliban szeretnének gondolkodni, és ott élni, aztán rájönnek, hogy mégis testben vannak, és enni kell, inni kell, aludni kell, kapcsolódni kell, dolgozni kell. Vannak, akik csak az érzékszervi valóságot szeretnék, és nem gondolkodunk arról, amit nem láthatunk, nem hallhatunk, nem szagolhatunk, ízlelhetünk, gondolhatunk, érezhetünk, vagy mondhatunk. És egy nap kiderül, hogy ez kevés. Hogy van valami, ami ezen túl van. Hogy van valami, ami ezt az egészet látja. Van valami, ami túl akar lendülni az élet és halál körforgásán. És amikor
kinyitjuk a tudatot, és megadjuk a lehetőséget annak, hogy valami nem megszokottat tapasztaljunk, akkor a valóság megváltozik, mert mi megváltozunk. Nagyon sokan szeretnének lényegi változást az életükben, annélkül, hogy ők maguk megváltoznának. És egy idő után kiderül, hogy ez lehetetlen. Számon szeretnénk kérni a világon azt, hogy jó legyen hozzánk, és hogy jó legyen itt élni. És nem veszük észre, hogy ezt a változást magunkban kéne elérni először. A külsődleges mozgalmak, azok megfogalmaznak bizonyos igényeket. Akár vágytípusú igényeket, csináljunk valamit közösen. Vagy dűtípusú igényeket, bizonyos csoportok el akarnak törölni minőségeket és létezőket erről a földről. Ilyenek is vannak. Mégis ezek a külsődleges mozgalmak, akármennyire is radikálisak, nem fogják megoldani az emberiség problémáját. Erre már nagyon sok példát láttunk csak az elmúlt 2000 évben és csak Európában. Nyithatott tovább is a körzőt. Az elmúlt 2000 év Európája gyönyörű példa arra, a Római Birodalomtól a francia forradalomig, az elvetélt kommunizmusig, az esztelen kapitalizmusig, hogy ez így nem fenntartható. Valami többre van szükség belül, hogy kívül a kevesebb is elég legyen. Mert hogyha ezt nem csináljuk meg, ha a benső minőség nem tud letisztulni, akkor a külső formák, így az életformák fog károsodni. És ennek már eléggé csalhatatlan jelei vannak, ez már nem profécia, ez már csak nem is tudomány, mert az is elég nyilvánvaló, hanem minden nap közvetlenül a te életteredben is tapasztalható jelenség. Hogyha nem változunk kellőképp, mint egyén, mint család, mint csoport, mint társadalom, akkor ez az életforma, amit ma élünk, egy-két évtized múlva fenntarthatatlanná válik. És ehhez egy nagyon mély belső változásra van szükség, amely nem áll meg azelőtt, hogy te ki vagy. Eljut odáig, hogy te mit gondolsz magadról és másokról. Bele fog vágni abba az önképbe, amelynek az alapja a világképed. És enélkül a belső letisztulás nélkül nem tudjuk ezt a világot tisztába lakra hozni. A mai nap délelőttjén a Tiszta Föld nagykövetségen voltunk. Szanszkritből a Szukhávati Vyuha, ahol nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése és nincs útja a megszüntetésnek. Miért? Mert nem hozzuk létre. Tehát ha létrehozod a szenvedést, akkor annak van oka, van megszüntetése, és van útja a megszüntetésnek. De ha mindezt nem hozzuk létre, akkor nincs. Az előbb idéztem a Gyémánt szútrát, és most a bevezető végén az Avatamszaka szútra jeles passzusával szeretném zárni a gondolatmenetet, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, tapasztald úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Tehát tényleg egymásnak és mi magunk teremtjük ezt a világot olyanná, amilyennek tapasztaljuk. Így szeretnénk tapasztalni? Ilyen világot szeretünk teremteni? Ilyen életet szeretnénk élni? Mert ha nem, ha szeretnél rajta változtatni, akkor az a magad változásán keresztül érhető el csak. És a tudat közvetlen tapasztalatával érhető el csak. Ennek a tudatnak, ami benned kimondja azt, hogy én, és az énhez való ragaszkodás által leválik a világról, kilép az egységből. Ennek a tudatnak legalább annyi ismérve van intellektuálisan keleten, mint amennyi istenérv van nyugaton. És ezek az érvek nagyrészt használhatatlanok. A megvilágosodásról szóló könyvek nem vezetnek el a felébredéshez. Az a belső út, amit járunk, önálló erőfeszítéssel, de nem egyedül, hanem közösen, a közvetlen realizáció praxisa, ez elvezet a felébredéshez, visszahoz ebbe a pillanatba, és újra kinyitja a lehetőséget arra, hogy egy más önképre, más világképre alapozva más életformát teremtsünk, mint amiben szenvedünk és szenvedtetünk. Mert ez a szenvedés és szenvedtetés nem a sorsod. Ez nincs előre megírva. Ezt nem kell csinálnunk magunkkal és másokkal.
De hogyha tényleg alternatívát szeretnénk, azt magunkon keresztül és egymásban meg kell találni. Adni kell esélyt a párodnak, a barátodnak, az ellenségednek, a munkatársadnak, a főnöködnek, a beosztottadnak, hogy egy nap ő más lesz, mint amit addig gondoltál róla. Hogy a világ egy nap más lesz, mint amit addig láttál benne. Úgyhogy a zen a kezdők szelleme, ezt Suzuki Roshi-tól is hallhattad, és ez a kezdő szellem az az, hogy adsz esélyt magadnak és másoknak. Minden nap. Minden pillanatban. Szerintem bevezetőnek ennyi bőven elég. És most szívesen hallgatom a kérdéseiteket. A valóság. Mi a valóság? Hogyan határoznád meg, és hogyan lehet, hogy azt érzékeljük, ami tényleg, ami van, és ne? Mit tartasz a kezedben? Egy mikrofont. Most ez a valóság. Mit látsz a mikrofonon túl? Embereket. Tehát amit most látsz, most hallasz, most csinálsz, az a valóság. Az erről alkotott gondolatvilág, ez a kérdés. Amikor erre elkezdünk gondolatokat, reakciókat pakolni, akkor össze szoktuk téveszteni a valósággal. Tehát például az a mikrofon jó vagy rossz? Beszélj bele. Ez jó. Örülök. Végzi a dolgát, működik, tehát jó. Ha nem működne, akkor nem lenne jó. Mi tudjuk, hogy egy mikrofonnak mi a dolga. Tudjuk azt, hogy nekünk mi a dolgunk. Ránézel egy kutyára, egy macskára, és ezek az állatok nem tudnak kutyátlanul vagy macskátlanul viselkedni. De mi emberek tudunk embertelenül viselkedni. Mi a dolgunk ezen a földön? Ez úgy tűnik, hogy minél komplexebb a gondolkodás, annál nehezebb megtalálni. Gondolkodás nélkül viszont nem találod meg. Vagy ha megtaláltad, nem tudod részben kommunikálni. Tehát szükség van erre a neokortexre, de hogyha a működését nem tudjuk valahogy szabályozni, akkor elképesztő deformáció és elképesztő trauma lesz az eredménye. Tehát a zen szemlélete az, hogyha ez a pillanat tiszta, akkor a valóság is tiszta. Mit csinálsz? Mit mondasz? Mit hallasz? Mit gondolsz most ebben a pillanatban? Ha pedig ez nem tiszta, akkor semmi sem az. És akkor belemerülünk könyvtárakba, abstrakciókba, dualitásokba, és ezáltal a talaj kicsúszik alólunk. Amíg gondolatokba és elméletekbe kapaszkodunk, addig a világnak van egy ilyen világító torony érzete, hogy mindenhol hullámok vannak, mindenhol változás van, az én fixa ideám, az az én világító tornyom, és abba én fölmászom, és szépen forgatom a fényt körbe-körbe, hogy lássanak. Amikor zent kezdünk el gyakorolni, akkor olyan az érzet, mintha a szőnyeget teljesen kihúznák a talpunk alól, és a világító torony hirtelen belemerülne a tengerbe. Igen, nem csak abban a pillanatban a hullámok fölött vagy. A nézeteid belemerülnek a tengerbe, a valóságról, az énről, a világról alkotott fixa ideáid belemerülnek a relativitás hullámzásába, de te, a te tudatosságod, a te jelenléted már nem része ennek a hullámzásnak, csak látja. És egy idő után azt is látja, hogy hogyan teremti. És amikor nem teremtjük meg ezt a hullámzást, ezt a leföl, igazam van, nincs igazam, elhiszem, nem hiszem, mások jók, mások rosszak, én jó vagyok, én rossz vagyok. Tehát amikor ez megszűnik, akkor ez a hullámzás megszűnik. És akkor végre tisztán látom az ok és okozat törvényét, a karma működését, mert a karma törvénye a dharma. Meg lehet ismerni a világ működését, csak ahhoz a magunk működését kell megismerni. Úgyhogy a valóság az ebben a pillanatban van, nem máshol. Tiszta a tudatod, tiszta a valóság élményed. Ha nem tiszta a tudatod, akkor illúziókban fetrengünk jobbra-balra. Sőt, bele is vonszolunk másokat, mert, mint tudjuk, az ilyen tudat az ebben keres társakat. Hogy együtt valljunk téves nézeteket, lehetőleg minél hangosabban. Úgyhogy kívánom azt, hogy a valóságot mindannyiunk tapasztalja meg,
a maga egyszerűségében és tisztaságában. Honnan tudod, hogy a valóság talaján állsz? Kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. Ennyire egyszerű. Az a kérdésem, hogy a materialista dolgokat, gondolkodása, hogy az kell-e a boldogsághoz, vagy hogy kell ahhoz, hogy így itt legyünk, és hogy így éljünk? Kell, persze. És elég? A csak pusztán materialista gondolkodás, amikor csak érzékszervi, csak anyagi, csak a megnyilvánult és szükséges világ dolgairól gondolkodunk? Az elég? Hát szerintem nem. Nem, nagyon. De hogy ez kell? Akkor mi kell még ezen kívül? Jó helyre jöttél. Nem fogom megmondani. De belül tapasztalhatod, hogy mi az, ami még szükséges. Mi az, ami látja a materiális világot, és mondjuk a spirituális világot is, mert ez nem két világ, ez rossz szóval egy világnak a két fele. Mélyebb spiritualitás kell? A mélyebbel nincs gond, de azt, hogy ki mit gondol spirituális érdeklődésként, az egyénenként és iskolánként és földrészenként változhat. Én azt mondom, egyszerűen ismerd meg önmagad, és akkor nem fizetsz elő különböző ideológiákra, kemény vagy puha borítású gondolkodásmódokra, hanem ismerd meg önmagad. Ehhez felhasználsz bármilyen eszközrendszert, csak nézd meg, hogy hova visz a jármű. Tehát mostanában a spirituális nagyon divatos, korábban a vallásos volt divatos, az nem ment ki a divatból, máig, de a különböző szóhasználatokat, azokat kezeljük nagyon óvatosan, és ne fizessünk elő a divat hullámra, hanem egyszerűen, tisztán, befelé. Jó? A munka és a hivatás megtalálása, hogy mi az, amire születtem, vagy amiben jó vagyok, vagy amit csinálnom kellene, ezt hogyan tudnám megtalálni? Azt a kérdést kellene meditációban föltenni, hogy mi a dolgom. Egy ember nagyon sokoldalú lény. Lehet, hogy nem egyféle hivatásod van, hanem választhatsz. De hogy melyik az, ami számodra a legértékesebb, az nem pusztán egy elmeszülemény, nem pusztán vágytárgy, nem pusztán szükségletek kielégítése. Nézd meg, hogy valójában a lélek belül milyen utat akar járni. Ez az első, a nagy kérdés. Ebben az esetben ezt lefordítottuk arra, hogy mi a dolgom. Eredeti formájában ez úgy szól, hogy mi ez. Mi ez, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, kimondja azt, hogy én, mi ez. És ez a valami rendelkezik karmával. Ez a hátizsákod. Viszont azt is tudjuk, hogy az utunkat ebben az inkarnációban, és bármely más testi inkarnációban járni kell. Tehát nem tudsz az időben sem megállni, sem visszafordulni. És éppen ezért valamilyen irány, valamilyen hivatás kell, amivel ezt az egészet tartalommal, jelentéssel, értékkel töltjük meg. Ezért minden lélek akarja az útját járni, különben nem született volna meg. Nem vette volna föl ezt a testet. Hát valamilyen akarat idehozott. Az a tiéd. Fel kell fedezni. És akkor az is kiderül, hogy valójában mit szeretnél tenni. Mi az, amiben hiszel. Ha rosszul választottál, akkor az abból derül ki, hogy nincs rá energiád. Nincs rá időd, nincs rá hajlandóságod, előbb-utóbb valami negatív reakció lesz az úgynevezett hivatással, vagy a rosszul megválasztott foglalkozással szemben. És nem hiba az, hogyha a pénzkereset és a hobbi, a szívbéli és a szükséges, az egy ideig külön van, nincs ez semmi baj. Ahogy mondtam, sokoldalúak vagyunk, és tudunk a bal féltekével pénzt keresni, és a jobb féltekével pedig művészi alkotásokat létrehozni. Úgyhogy nem mindenki művész. Semmi gond azzal, hogyha többféle szakmád van, találd meg, mi a legértékesebb, és ezt belül ne az elmeszüleményekre hagyatkozva döntsd el. Hanem a kérdés az felfüggeszti a dualisztikus elmeműködést úgy, hogy a tudat látását erősíti és növeli. Ezért szoktunk kérdésekkel dolgozni a zenben. A mi a dolgom lefosztja az addigi fixa ideákat, kivezeti a tudatot a saját börtönéből, és a léleknek egy mélyebb valóságát megmutatja. A kérdés tényleg olyan, mint a gyémántfúró fej, ami átfúrja az addigi fix nézeteknek az agyagrétegeit. És átmegy az azonosulás sziklájén. És eljut valami
mélységbe, ahonnan az életvize jön föl. Úgyhogy csak gyakorolni kell, és ezt a kérdést kell művelni helyesen, és a lélek a felszínre dobja a választ. Csak a nagy kérdés után a második is kell, a nagy bátorság, amivel ezt kipróbálod. Tehát meglátod, hogy ez tényleg, ha érték, akkor mit hoz létre a világban? Ehhez kell a bátorság, hogy ezt kimer nyilvánítani, és elviselni a visszahatását, hogy a világ hogyan hat vissza rád. És a harmadik pedig a nagy hit. Tehát a nagy kérdésből lesz valamilyen belső tapasztalat, a bátorságból egy külső tapasztalás, és a harmadik az az e kettőre alapozott hit, amely nem dogmatikus, nem idea vagy egyéb alapú, hanem tapasztalati alapú. Tehát ennek a hitnek a fényében és az akarat tüzében a külső és a belső egyé válik. Ekkor vagy magad számára legalább egy igaz ember, aki nem félt meglátni magában azt, ami ott van. Nem félt értékhierarchiát létrehozni. Nem félt megnyilvánulni. És nem félt elviselni a következményeit. Úgyhogy ekkor az utadon jársz, és ez nem mindig kellemes. Mert az ember folyamatosan tanul, és a tanulásban benne van az is, hogy el kell felejtenem bizonyos nézeteket. Fel kell adnom bizonyos ideákat, mert a tapasztalat nem igazolja vissza. Tehát a tanulás, felejtés, elsajátítás, elengedés, ez része ennek a folyamatnak. És ez belső gyakorlat nélkül nem megy. Ha nincs meg ez a tiszta, tükörszerű alap, ami eredeti tudatunk, akkor nem működünk helyesen. Másodlagos termékekre alapozunk az elsődleges, primér teremtő tudat helyett. Úgyhogy a kérdés feltevéssel indul, és bizony elég mélyre tud menni, és nagyon érdekes következményei vannak. Úgyhogy jó utat! Mi az, ami a meditáción és a megfigyelésen kívül visszarángat mindig a mostba? Hogy nem mindig a jövőbe pattogjak, meg a múltba pattogjak valahol, hanem a mostban. Közúti ellenőrzés. Ez igaz. Jó napot kívánok! Jogosítványt, forgalmi engedélyt kérek. Na most mindenképpen visszaránt a pillanatba, hogyha itt jelen kell lenni, és kölcsön kell hatni. De hogyha ezt nem közúti ellenőrzés formájában szeretnéd tapasztalni, akkor gyere vissza, hogy most mit látsz, most mit hallasz. Hát ez a gesztus, amit az előbb hallott mindenki, vártad már, hogy üt, ugye? Igen. Nem ütök, visszahoz a pillanatba. Tehát a váratlanság, a spontaneitás, a hirtelen fellépő körülmény, ezek mind visszahoznak ide. A kérdés az, hogy te meg tudod-e csinálni külső kényszer nélkül? Igen, ez volt a kérdés, igen. Jó hír az, hogy meg. Csak dolgozni kell. Hát ami visszahoz a pillanat működőképes tisztaságába, például a zenen belül ez a koan praxis, a zen interjú. Mert ez úgy visszahoz a pillanatba, hogy nincs ez a közúti ellenőrzés, amíg akkorát dob rajtad. Hol van a mentőláda? Van tartalék izzóm? És elakadás jelző háromszög? Ugye? Tehát a koan praxis az kilendít minden addigi gondolkodásmódodból, önképedből, világról alkotott elgondolásból. És ami itt tesz, az visszahoz a pillanatban, mert nem engedi a kényelmi zónád abstrakcióit ottan lebegni. Csinálj valamit, ami kihívást jelent, ami megmérettetést jelent, ami teszteli a jelenlétedet, hogy mennyire vagy itt. És akkor egyre szilárdabban vagy ebben a pillanatban, és egyre jobban tudsz működni prekoncepciók nélkül. És érzed azt, hogy na, most itt vagyok. Most járom az utat. És akkor még ez a reflexió is felesleges lesz. Te hogyan döntöd el, hogy mikor, mit csinálsz a lehetőségek végtelen tárházából, mit mondasz, mibe kezdesz bele, mi alapján hozol meg egy döntést? Szemrevételezem, hogy milyen helyzetben vagyok, milyen kapcsolatom van a résztvevőkkel, és mi a helyes működés. Nemrég például te csalános palacsintát ettél, én pedig gombás tortellinit. Dezső bácsinak és Irénkének legyen hála. Hogyan döntöttünk? Úgy döntöttünk, hogy belenéztünk a belsőbe,
pontosan milyen típusú üresség van benne, magyarul mire van étvágyod. És akkor hoztál egy döntést, hogy te azt, én ezt. Ez ennyire egyszerű. Ott voltunk, étlap se kellett. Megnéztük, hogy pontosan mire van szükségünk, és ez különös ideológiát, speciális gondolkodásmódot nem igényelt. És ez keményebb helyzetekben is, amikor sokkal súlyosabb döntéseket kell hozni, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, működés per együttműködés. Ezen az alapon. Ha a tudatod tiszta, ezt a hármat tisztán látod, helyesen lépsz előre. Az ember valahol már ifjú korában is kezdi érezni azt, hogy merre érez megérzései vannak avval kapcsolatban, hogy mi az, ami őt vonza. És nekem szilárd meggyőződésem, vagyis hiszek abban, hogy a meghatározott célok, amit az ember az érzéseire appellálva hoz meg, azok abba az irányba viszik, tehát itt, amit mond, hogy most akkor melyik pillanatban hogyan. Van az embernek hosszú távú célja, van rövid távú célja, amit úgy érez, hogy a létéből fakadnak. Milyen szisztéma szerint lehet az ember minél jobban egyenesbe látva a céljait meg a... Értem. Az elején a tanulás. Minden lény tanul. Tehát Buddha Sákjamunitól kezdve Jézus Krisztusig mindenki tanul. És nem lehet normális neveltetés, iskolarendszer és tanerők, tanítók nélkül fölnevelkedni magas szintre. Tehát amikor az ember megszületik, tanul. Először megtanulja megkülönböztetni anyut és a világ többi részét. Aztán eltelik egy kis idő, és megtanulja megkülönböztetni a bilit és a világ többi részét. Utána finomodik a tudat, és elkezd járni, beszélni. Tehát ilyen fantasztikus újratanulások vannak. Utána pedig különböző szisztémákat vesz alapul, hogy az ismereteit bővíthesse, és a kérdéseire választ kapjon. Ezek a rendszeralkotói évek, és erre mindenkinek szüksége van. Tehát kialakítunk egy belső rendszert, egy életmódot, egy világképet, világlátást, és ezekhez nagyon sok tanulásra van szükség. Aztán van egy idő, amikor rájössz, hogy egyetlen rendszer sem fog teljes értékű választ adni. Tehát nekem személyesen, hogy egy kicsikét konkrétabb legyen, a kora 20 éveimben már nyilvánvalóvá vált, hogy egyetlen egy ábrahámita vallás, azaz nagy monoteista vallás sem fogja nekem az igazságot elmondani, mert mindegyik más istenképpen rendelkezik. És ezek nagyrészt ellentmondóak, ezek nagyrészt történelmileg, kulturálisan, katonailag, pénzügyileg kőkeményen egymásnak feszültek, magyarul milyen választ fogok kapni ezektől? És ezek a rendszerek nem adták meg azt a választ számomra, amelyet én kerestem. És innentől kezdve az út más lett, máshova vezetett. És a rendszereket először meg kell látni, fel kell építeni, és utána a hibáikra is rá kell látnunk kényszerűen, és ahol a hibák mutatkoznak, ott van a tovább lépés lehetősége. Tehát ne a rendszerek tökéletlenségébe kapaszkodjunk. Nem lássuk azt, hogy mi pontosan ezen a kijáraton mentünk ki abból a mandalából, abból a rendszerből. Ott volt a számunkra megnyíló továbblépési lehetőség. Úgyhogy nézd meg, hogy az életszakaszaidban mit tanultál, mit felejtettél, miben hittél, mit tettél. És ez rajzolja ki azt, hogy a tanulás után a tapasztalat mit hozott. Itt a legfontosabb dolog az, hogy légy hű önmagadhoz, és légy igaz belül önmagadhoz, mert ha nem, akkor a rendszerek hibáit belül megpróbálod elfedni, és ez öncsalással jár. És aki öncsalásban merül el, az előbb-utóbb a világot is csalja maga körül. Ez a baj. Úgyhogy a rendszerekre egy ideig szükség van, aztán a tovább lépésre is szükség van, és arra az elképesztő önmegtartóztatása, hogy te magad ne egy újabb rendszert akar kitalálni a saját tökéletlenségeivel együtt, ami majd a tied, de az majd sokkal jobb lesz, mint a többi. Nem lesz jobb, mert mindenki emberből van. Tehát ha alkotsz valamit, viseld el, hogy az tökéletlen. Viseld el, hogy az mulandó. Viseld el, hogy más alkotásoktól függ. És valahol ennek a realizációnak a kikerülhetetlensége tesz minket tényleg úton járóvá. Egyéb kérdés? Ez az ismerjük meg magunkat. Ez egy nagyon nehéz dolog. Hogy lehet ebben igazából megbirkózni? Ugye hallottuk, hogy
a környezet, amit körülöttünk van, az mutatja, hogy mi milyenek vagyunk valójában. Is. Igen. Belső és külső egyaránt. Ha nagyon nehezen megy, el kell menni Görögországba. És a Delfói Jócsdán, hogyha látod ugyanezt a feliratot, akkor azt is tudod, hogy több mint 3000 éve foglalkozik az emberiség ezzel, és nagyon-nagyon rosszak a részeredmények. Tehát egy ekkora projekt és ilyen részeredmény, mint most, nehéz, nem nehéz, ez a dolgunk. Mert ezt nem tesszük meg, akkor a saját illúzió tengerünkben ott lebegünk tovább, és a téves nézetek cápái harabdálnak minket, és ez nem jó. Tehát ehhez vannak mégis, hogy ahogy ma, hogy helyes cselekedet, helyes gondolkodat. Így van. Tehát, hogy mondjam, van. Vannak szilárd alapok. Így van. Mi a helyes? Nekem van erre elképzelésem. Ma a szeretet a helyes, és az igazság, mert a szeretet egy az igazság. Helyes. Mi az igazság? Az igazság az, ami mindenkinek jó. Itt megálltunk. Megint 3000 éves projekt. Nem találtak ilyet. Én nagyon szeretném, hogyha lenne ilyen igazság, ami már kijön a szánkon és megnyilvánul a világban, az valakinek nem lesz jó. Ez biztos. Mert a duális természetű univerzum az olyan, hogyha van valami, annak az ellentétét mellé rendeli, ez a vonzás törvény. Mi a szeretet? Az egy érzés. Csak? És egy? Hát egy bonyolult, egy komplex, összetett. Az néha komplex, ez így van. De hogy mivel lehet még meghatározni? Nem ha az igazság, nem lehet. Nem. De mégis, ne keverjük mégis össze az igazsággal a szeretetet, ha lehet, mert nagyon-nagyon rossz eredményeket szült eddig. Tehát külön le kellett állítani ilyen mágia üzemet, ahol az igazság és a szeretet egyszerre égetett. Ez nem jó. Jó? Tehát válasszuk külön, hogyha lehetséges, és akkor a szeretet sokkal könnyebben működik, sokkal inkább fellélegzel, mert a szeretetben van valami, ami teljesen feltétel nélküli. Ami az együttérzés alapja. Azt nem lehet szavakba fogni, és a szeretetet definiálni, vagy bármiféle intellektust mögé tenni, szerintem nem nagyon lehet hitelesen. Ugye tapasztaljuk meg a saját javunkra és kárunkra, hogy mit jelent az, hogy mást szeretni, egy más embert elfogadni, mit jelent az, hogy együtt érezni egy lénnyel, és ez a tapasztalati alapú tanulás sokkal inkább, mint az intellektuális tanulás. A szeretetet nem lehet pusztán intellektuális úton megtanulni, vagy elsajátítani. Ezt tapasztalni kell. Mi az, amikor valaki kinyitja a szívcsakrádat 360 fokban, és lángol, és van, amikor ugyanez az ember beleveri a jégmezőbe úgy, ahogy van. Az milyen? Tapasztaljuk meg a szeretetet, és helyesen szeressük egymást, mert abból további szeretet születhet. És boldogság, és együttérzés. Ezek a gyönyörű minőségek a zenben, mint primér tanítás nem szerepelnek, és néha hiányzik. Miért nem beszélünk mi például ilyenekről? Egyszerűen azért nem, mert az úton tornyosuló akadályokat kellene először elhárítani, és utána beszélni az eredményekről. Nem tudunk addig gyümölcsoldalról beszélni, amíg gyomos a kert, és nem vetettünk el semmit tiszta földbe, amíg nem nőttek ki a gyümölcsöt hozó fák. És akkor van gyümölcs, amikor az megérik, amikor megtermeltük. Tehát az akadályokat kéne elhárítani, ez a kőkemény én falat, ami önvédelmünk következménye, valahol meglátni és egy aprócska kis ajtót nyitni rajta, amin esetleg kibe közlekedhetünk, és másoknak is kinyitjuk. És ahol egyé tudunk válni a világgal egy kapcsolatban. Úgyhogy a szeretet szerencsére tapasztalható, de nem megmagyarázható. Úgyhogy tapasztaljuk minél többet. Egyéb kérdés? Azt szerettem volna megkérdezni, hogyha már a szeretetről van szó, hogy tudunk annak érdekében valamit tenni, hogy mindenkit szeressünk önzetlenül, mert ez nagyon nem megy. Igen, ki kell menni a piacra. És ott, egy padon, meditációt folytatsz, és a legelső árustól a legutolsó árusig, a gazdag boltostól a szegény őstermelőig, elkezdesz mindenkit szeretettel elárasztani, és hogyha ez megvan, akkor jönnek a vevők. És nézd meg, hogy ez mennyire sikerül. Ez egy gyönyörű gyakorlat. És aztán rájössz, hogy ezzel magadat kondicionáltad, de valójában őket ez nagyon kevés ért el. Ki az, aki ezt láthatja, érezheti, és
visszatükrözheti feléd. Szándékosan nem mondom, hogy viszonozhatja, mert nem mindig viszonozzák, lássuk be. És ez a tanítás, amit most hallasz, ez a legkevésbé szól arról, hogy neked elvárásaid legyenek ezek után. Ne elvárásaid legyenek, belátásaid legyenek. Tehát a helyes szeretet, például az, hogy konkrétan egy adott kapcsolatot feltöltesz szeretettel, ez egy nagyon kockázatos dolog. Olyan nyitottá és olyan sebezhetővé tesz, hogy ha a másik azt nem viszonozza, akkor te ezer sebből vérzel, és mégis szükség van rá. Mégis megtesszük ezt, hogy hát ha benne is kigyullad ugyanaz. Azzal, hogy a meglévő családi kapcsolataidat szeretettel árasztod el, azzal teljesíted ezt a fantasztikus maximát, hogy minden lényt szeressünk, és minden lény iránt együttérzéssel bírjunk. És utána, amikor ezek a nagyon komoly karmák, ami ott van a családi házban, ez fel van töltve rendesen, akkor a világot is ezáltal másképp látod, és a kapcsolataidat is másképp tudod művelni. De ezt absztrahátan nem lehet. Mesterségesen nem lehet. A házi feladat elvégzése nélkül nem lehet. Úgyhogy itt is a legnehezebbel kell kezdeni, hogy a közeledben van a legszerethetőbb és a legkevésbé szerethető ember is. Ugyanazon körön belül. Ezt kell kiegyenlíteni. Én annyira kevésnek érzem magamat ahhoz, hogy hát ugye azt mondják, hogy most már él az a generáció, ami ennek a bolygónak, vagy legalábbis az emberi kultúrának, vagy életnek a pusztulását itt le kell, hogy vezényelje. És hogy nem sok, hát ez így kering, és kering? hogy nem sok jövő 10-20, legfeljebb 50 év áll az emberiség előtt. Hát ezért nehéz látod, mert ez kering. Igen. És nem kéne keringetni. Igen. Jó? Igen. Jó, igen. De másképp kéne ez az egészhez jó, hozzáállni, és nem egy ilyen szemi-apokaliptikus jóslat özönben rendet vágni, mert ezek mind humán ideák. És gondold el, hogy Julius Cézár idejében milyen volt Róma. És akkor azt mondják, hogy kérek szépen, átlépte a Rubikont, és akkor vége a köztársaságnak. Vége is lett, de Rómának nem lett vége. Tehát vége lesz ennek a világképnek, előbb vagy utóbb, mert ahogy ezt mondtam, és nagyon sokan látjuk, ez fönntarthatatlan hosszú távon, vagy mi változunk, vagy mi törünk. De az ok és okozat törvénye az teljesen világos. De az, hogy ezt általánosítom, és egy ilyen generáció kezébe adom, hogy ezt levezényli, ilyen nincs. Ők ugyanúgy szenvednek, ők ugyanúgy küzdenek, ők emberileg lényegesen nem különböznek tőlünk, vagy a korábbi generációtól, amelyik megcsinálta ezt, amelyik 30 éve nem figyel arra, hogy a Föld milyen helyzetben van, vagy 50. A keringő nézetektől ments meg, Uram, minket, és térjünk vissza a valóság talajára, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk. Ez bőven elég információ. Nincsenek speciális inkarnációk, tessék fölfogni. Ha már lenne, tudnánk róla. De nem tudunk, csak ideák vannak, meg színmegjelölések, meg általánosítások, meg egyebek. Fordítsuk vissza arra, amit az előbb itt a rendezői jobbon mondtam, mi a dolgom. Tehát, hogy nekünk ebben a helyzetben mi a dolgunk, és ne azt nézd, hogy te ez kevés vagy, vagy sok vagy. Van egy régi kínai történet, az apa és a fia egy ilyen domb mögött laktak, és nem látták a tengert. És egyszer csak úgy döntött apa és fia, hogy elkezdik a domb egy részét így talicskával elhordani. És arra jött egy konfuciánus tudós, aki mindent nagyon jól tudott, például a társadalmat is nagyon jól ismerte, és látta, hogy egy ember milyen kevés. És megkérdezte apát és fiát, hogy ti végül is mit csináltok itt? Itt van ez a hatalmas nagy domb, ti meg talicskáztok. És erre azt mondta a család, hogy hát mi szeretnénk látni a tengert, és úgy döntöttünk, hogy elhordjuk ezt a dombot innen. A konfuciánus tudós erre azt mondta, hogy ti teljesen meg vagytok őrülve, hát több emberöltő nem elég ahhoz, hogy ezt a dombot elhordjátok innen talicskával. És erre azt mondta az apa, a fiára mosolyogva, hogy valamit nem lát, tudós úrunk, mert ha én is hordom, a fiam is hordja, az unokám is hordja, és az ükunokám is hordja, akkor nincs az a domb, amit ne lehetne így elhordani. Tehát ne azt nézd, hogy te kevés vagy, vagy sok, hanem azt, hogy teszed a dolgodat. És hogyha teszed a dolgodat, akkor az előbb-utóbb teljesül, és mindegy, hogy a lineáris vagy ciklikus időben az meddig tart. Helyes-e az irány, vagy sem? Ez a kérdés.
A többi nem fontos. Egyéb kérdés bárkitől? Most egy egyszerű kérdés lesz, hogy mi az, hogy otthon? Honnan jöttél most? Barátnőmtől. Hát akkor tudod, hogy mi az otthon. Ott, ahol ti ketten együtt tudtok lenni, most az az otthon. És hogyha ez nagyon sok helyen van? Akkor vándoroltok, ez ezt jelenti. De akkor nincs otthon. De csak vándorol az otthon is. A kényelmi zóna nem egy fal mögötti helységet jelent. Ahol ti ketten szeretetben meg tudtok lenni, az az otthon. Nem ilyen választ vártál, tudtam. Nem baj. Ma este ez a tiéd. Egyéb kérdés? Mi a könyörület? Min szeretnél megkönyörülni? Nem egészen ez érdekel, hanem nem értem, hogy mi a könyörület. Engem az érdekel, hogy te szeretnél-e megkönyörülni valamin vagy valakin. Mert ha nem, akkor miért mondjam el? Ha nem akarod használni, miért adjam oda? Szeretnél könyörületes lenni? Azt hiszem, igen. Akkor már tudod, hogy mi az. Jó, köszönöm szépen. Nincs mi. A tegnapi meditációs gyakorlatom során volt alkalmam a tudatom működését így figyelni. Csak a tegnapi? Mi történt? Ez egy friss. Igen, friss? Mondjad igen. A friss. Szeretem a frisset. Mondjad. Mint a saláta. Öntetett rá. Nyoma. Arra helyes. Csodálkoztam rá, hogy milyen csodálatos, hogy a tudatom segítségével képes vagyok akár 50 percig, vagy többször 50 percig ilyen fáraó mozdulatlanságban is a testemet nyugalmi állapotba hozni. Vagy például az érzékeimet úgy, hogy akár 2-3 napig is, ha akarnék, akkor kibírnám evés nélkül. És mégis, amikor a meditációs gyakorlatban akár csak 2 vagy 3 másodpercre az elmét, a gondolatokat szeretném visszahúzni, hogy miért olyan nehéz ez. Mert a másik is nehéznek tűnik, és azt mégis valahogy így könnyű viszonylag megteremteni, és ezt a pár másodperces csöndet pedig szinte... Ha azt kérném, hogy add ide a kedvenc befőttedet, mert meg szeretném enni, meg tudnád tenni? Most ebben a pillanatban most nem. De hogyha ott lenne a spájzban, és oda nyúlhatnál érte, és idathatnál, ugye, hogy megtennéd? Jó. Ha azt mondom, hogy mondj le a kedvenc gondolatodról, az általad legigazabbnak tartott nézetről, az nehezebb lenne, vagy könnyebb, mint a befőtt átadása? Elvileg nehezebb lenne, csak most már így, hogy a gyakorlat során már nem tudom, hogy van-e kedvenc gondolatom. Akkor már minden gyanús. Úton vagy ahhoz, hogy az elme működése nem maceráljon téged minden pillanatban, mert mindaddig, amíg nekünk ilyen fixa ideánk, és nekem ez a legszebb, és ez a legjobb, ebben van leginkább igazam, ez az azonosulás kőkemény. És amilyen mértékben azonosulsz valamivel, olyan mértékben teszel bele energiát. Visszafordulva, amikor meditálsz, akkor a legmélyebb azonosulásaid jönnek föl. Mert az jön először a felszínre. Látszólag nem is te vagy, de mégis te táplálod. Tehát ezért a legnehezebb ezekről az elmetermékekről, vagy karmákról lemondani, mert ezekbe tesszük a legnagyobb energiát, ezekkel azonosulunk a legszívesebben. Van rosszabb is, elmondom. Tehát amikor például együttérzés mantra után leülsz, és a leggyönyörűbb tiszta térben szeretettel és együttérzéssel eltelve kéne neked a nagykönyv szerint létezned, a legbrutálisabb gondolatok, traumák és borzalmak jönnek föl. Miért? Mert pont ez áll az együttérzés útjában. Tehát visszapattant a lélek faláról, egy echo keletkezett, és mutatja, hogy mi az, ami az együttérzés útjában áll. Amíg az az azonosulás fönnáll, addig nincs együttérzés. Kihajítottad azt az adott negatívumot, abban a pillanatban az egyévválás megszületik, és az együttérzés spontán meg tud nyilvánulni. De azt el kell viselni, hogy az összes akadályt látod, amiben addig bármiféle énséget, azonosulást fektettél. És a duális tapasztalat az az azonosulás gyökere. A duális tapasztalat megszüntetése az azonosulás vége. Édenkert, tessék kicsikét levezetni, hogy ott mi történt. Nem almát ettünk, és nem teráriumban voltunk. Valami egyéb történt. Tehát amikor
a saját magadat kellene tényleg egy kicsit lebontani, az a legnehezebb. És a meditációban megjelennek az akadályok rendesen. De odáig már eljutottam, hogy egyik gondolatomat sem gondolom valóságnak. Tehát nem azonosulok, de mégis ezt, több szólamba mennek. Mégis. És ezt sikerül megszüntetni, hogy egyik gondolatodat sem gondolod valóságnak vagy hamisságnak? Na ez a baj. Tehát ezt is tessék lehántani. Na akkor milyen a dolog? Amikor a primér gondolat ott van, az elsődleges, és nincs az a másodlagos, amely majdnem olyan erős, mint a teremtő, de ő csinálja a rosszat és a jót. Figyeld meg. Minden a tudatban van. Minden bennünk zajlik, és ezt szépen externalizáljuk különböző mítoszokba, meg környezetekbe, meg rendszerekbe. Tehát ne ellenőrizd gondolattal a gondolatot. Lásd tisztán a gondolatot, de az a látás az nem gondolkodás. És akkor sokkal, de sokkal könnyebb lesz. És nem gondolatot pakolsz gondolatra, mert meg akarod javítani a már elromlott gondolkodást, amely azért romlott el, mert túl sokat gondolkodott más gondolatokról. Kifogy az oxigén. Ezek a metarétegek feleslegesek. Nem az elme által tapasztalod a tiszta tudatot. Tessék felfogni. Az elmeműködés felfüggesztése által tapasztalod a tiszta gondolkodás előtti térszerű, tükörszerű tudatot. És akkor a meditációban bármi megjelenhet, és nem fűzhetsz hozzá semmit, mert nem kell. Minek? Jön és megy. Csókolom. A meditáció technikájával kapcsolatban szeretnék egy dolgot megkérdezni. A tanténre való fókuszálás. Először nem értettem, hogy hogy. És egy jó ideje már, ugye otthon is meditálok, és egy jó ideje már úgy csinálom a tanténre való fókuszálást, hogy mintha ott lélegeznék be, és ott lélegeznék ki. Ez helyese? Helyes, így kell folytatni. Köszönöm. Szívesen. Na most a tanténről dióhéjban. Azért fontos ez a köldökcsakra, mert ez az az állapot, ahol az energiád és a tudatod differenciálatlan állapotban van. Még nem következett be a mentális differenciálódás, érzelmek, beszéd, gondolat, érzékszervi hatások, és nem következett be a fizikális differenciálódás, amitől ugye a bébik születnek. A kettő együtt jár úgy az érzékszervhez kötött életben általában. És a tantien az, ahol az egységtapasztalat kapuja van. Tehát ezért a mahamudra itt van, az a kozmikus kéztartás szó szerint. Ugyanis szerencsére, hogyha figyeled a testtartást és a lélegzetet, valamint egy mentális technikát is alkalmazol, amelyből tényleg sok van, de minél egyszerűbb, annál jobb, akkor a te energiád egyé válik az univerzum energiájával, és ez egy lényegi tapasztaláshoz vezethet. Ezért tartjuk a tantienen ezt a mahamudrát, és nem más csakrán. Úgyhogy ez nagyon fontos, szinte az egyetlen olyan fiziológiai módszer, amely az elmúlt 2000 évben nem változott. Minden más joga, mudra, egyebek, ezek külön célokkal bírnak, és ezek nagyon jók. De ez az alap. És ezt ne felejtjük el. A zenben azért van, mert a taoista hatás rendkívül erősen érvényesült. És ezt megköszönjük taoista ősatyáinknak, remeteinknek és gyakorlóinknak, hogy ezt a zennel nagyon szépen kihozták a hegyek közül, mert a buddhizmus és taoizmus szinergiája a zen. És ettől lett ez ennyire egyszerű, ennyire tiszta, de ennyire gazdag és sokoldalú praxis, amit ma minden zen gyakorló átélhet. Tantien mindenek fölött. Amíg van test, addig használd, mert hogyha nincs test, tantienet sincs, úgyhogy véges az idő. Mit javasolsz? Mi lenne az az első irodalom vagy könyv, ami érthetően leírná az egésznek, az ennek, ennek az egésznek, amit itt elkezdtem, vagy elkezdtünk csinálni, ennek a lényegét, hogy egy érthetően is legyen, tehát köznapi nyelven szeretnék. Az érthetőség elég relatív fogalom, de én a Zen iránytű című könyvet javaslom, az egy rendszerszerű és nagyon spontán könyv egyszerre. Tanítom, Sung San Zen mester 3-4 olyan művet hagyott hátra írásban, amely nagyon-nagyon jó alapul szolgálhat.
a zen gyakorlatát illetően, ezek megvásárolhatók és elérhetők, mert alapképzésre szükség van. Úgyhogy saját tapasztalatomból ezt tudom ajánlani, de én azt javaslom, hogy nézz körül nyugodtan a piacon, és ami megtetszik, abba olvasd bele. Tehát ne döntsd el előre, hogy te milyen írót és milyen zsánert szeretnél. Én most ajánlottam valamit, amiben tapasztalati úton hihetsz, ez rendben van. De érdeklődj, és legyél sokoldalú, és nézd meg egy csomó mindent. Nézzél bele különböző írásokba, és nézd meg, hogy a lelkedből mit hoz ki. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, azt, hogy sok helyről sokan összejöttünk a mai napon Balatongyörökön. Szeretném azt, hogyha tényleg tovább folyna az a gyakorlat, amit a csoport saját akaratából elkezdett, és az is fantasztikus, hogy rendszeresen társközösségek jelennek meg ezen a gyakorlaton. Mindenkit várunk továbbra is szeretettel a templomban, kívánván azt, hogy a közeli és távoli templomok azok a belső szentélyt tisztítsák le és nyissák ki. Ekkor tudunk helyesen haladni az úton, a felébredés felé egymást segíteni, és így megszabadítani minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!